Drobvidéken ezt mondta egyébként. Aber jetzt noch sehr Hichaschow. Wo? És bo nimca bore. Ve-o merkaz shel Asiria. Ma ze merkaz shel Asiria? Anachnu yicholim litzayer et ze ki'igul ve... Tehát mi a tízes kör középpontja? Tehát van egy kör, akinek van egy középpontja. Tehát ez egy, ha a diagram helyes, akkor el lehet magyarázni a jelenséget magát valóban. Mit jelent érzelmileg a tízes körnek a középpontja? Az összes kihívásnak, problémának, sikernek a középpontja, az érzelmeknek a középpontja, ahol minden össze van kapcsolódva, hogyan kapcsolódnak össze és milyen módon. Mi a kapcsolat valójában? Ami a helyes formája a kapcsolatunknak? Az a... Tehát ez az a hely, a középpont, ahol föltár a Teremtő. Ezt a pontot hívjuk a Szentség templomának. A Teremtő maga a Szentség. Ami feltárul, az a Teremtő tárul föl, az adakozás tárul fel, a Szentség tárul fel. A kérdés csak az... Mi az edény? Hogyan tud ezt feltárulni? Mire van szükség pontosan ehhez? Egy hatalmas hiányhoz. A Teremtő hogyan tudja megmutatni a deficitet, a hiánynak a helyét? Az adakozás és a szeretet és minden más, ami ezzel kapcsolatos. Mi is történik itt? Hogy tárul mindez fel? Hogyha van adakozás meg tökéletesség, és ez mindenben megnyilvánul, akkor nincs szükség a Teremtőre. Mondva van, hogy az irigység az az embert kivezeti a világból. Beszéltünk irigységről, hogy az irigység hogyan fog segíteni. A vágy erre, hogyan fogja kihúzni az embert a Teremtő irányába, hiszen a Teremtő a teljesség, a bölcsesség. Hogy ez a mennyeknek a birodalmának a része mindez. És így haladunk előre. De mégis fel kell tegyük a kérdést, hogy mi a középpontja a körnek? Mi a tízes kör középpontja? Hogyan tudjuk ezt mérni? Hogy a teljes tízes kör... Tehát, hogy egymást nézzük, egymást látjuk, hol van pontosan az a pont, ahol ami a középpontja a köztünk lévő szeretetnek, viszonynak, gyűlöletnek. Tehát minden, ami itt működik, az bele van foglaltatva minden másba. Nem tudom. Tehát lehet, hogy én magam is végtől ezt valamilyen módon gondolkodni, amikor elkezdünk beszélni erről, bocsánat, megszakadt a kicsit a net. Tehát mi nem találjuk a tízes körnek a középpontját.
Írva van, hogy minden egyes tízes körben a teremtő feltárul. Mi a tízes kör? A malhut az a tízes kör, a tíz szfíra. Ő szerzi meg a fényt. Őt hívják kapni akarásnak. Másfelől pedig azt mondjuk, hogy a kapni akarás a fényt kapja meg, és tőle is kapta meg ezt a tulajdonságot, és az összes teremtmény a malhutból terjed ki, és a malhutban semmi más nincs, mint a malhut. A malhut előtt van a fény, amely leereszkedik és kiépíti a malhutot, és az összes teremtett lény mind a malhutban van beágyazódva. Ezért minden az kizárólag a tízes körben létezik, vagy még pontosabban a tíz ponton belül, azaz a malhuton belül. És van egy szabály, hogy nincs fény, ha nincs tíz szféra. Nem tárolhat föl, hogyha kevesebb, mint tíz szféra. Ezért a csoport az nem lehet kevesebb, mint tíz ember. És ha helyesen kapcsolódnak össze egymás között, akkor mindegyikük hozzáad a köztük lévő kapcsolathoz a saját részét, és együtt ebből a tíz részből felépül a malhut. A teremtő feltalálásának a helye másfelől, ezt úgy is nevezzük, hogy a szívben lévő pont. És kell egy hely, amely készen áll arra, hogy a teremtő vagy a fény feltáruljon ezen a helyen, ott lakozzék, és ezen belül hatalmas fényragyogás induljon meg. És mindegyikünknek van egy kötelezettsége, hogy ezt a helyet építse, természetesen nem egyedül, nekünk össze kell kapcsolódnunk egymással, befoglaltottságban kell lennünk, egy kölcsönös részvételben, egy szövetségben, mindent meg kell adni egymásnak, ami szükséges, és a köztünk lévő kapcsolat elhozza azt a minőséget, hogy a felső fény be tud lépni, de ott tud lakozni, ott tud létezni. És ilyen módon érezhetjük a tízes körben, hogy a teremtő hogy árad a fény felől, a fény hogy árad a teremtő felől, és ez a tíz pont, ezt valójában mi építjük ki a kapcsolat helyes formájában, a kilenc pont között, amely bele van foglaltatva egymásba egy olyan módon, hogyha a kilenc pont, azaz mindenki, minden barát a többi kilenchez helyes módon kapcsolódik, akkor egy kattanás történik, minden zártá válik, és a tizedik pont föltárul, és abban pedig azonnal megjelenik a teremtő, azaz a felső fény. Nyilván a törvénynek megfelelően formaegyezőnek kell lenni az adakozó és a megszerző között, és nyilvánvalóan a megszerzőnek is adakozási szándékot kell birtokolnia, ugyanolyan adakozónak kell lenni, mint a teremtőnek. Ezt hívjuk asszijának, csinálásnak, mert nekünk meg kell tennünk, ki kell építenünk a középpontját a csoportnak.
És ez teljes egészében, a fény teljes egészében a teremtőhöz tartozik, és a cselekedetnek a végeredménye pedig a teremtményhez. Honnan jön mindez? Ez a tizedik pont, aminek adakozónak kell lennie, azaz egymás felé adakoznunk kell. Ha én adakozó vagyok a kilenc barátom felé, akkor minden barát adakozó a több, minden egyes barát irányába, és akkor a kilenc adakozik a kilenc fele minden alkalommal. Tehát ki fog derülni, hogy az egyetlen pont kivételével a malkút, amely adakozó vágy tulajdonképpen, ez az egy megmarad, és innentől kezdődik a többiek felé való adakozás, és ki fog derülni, hogy ebből a pontból, amely adakozó, amely valójában egy individuális pont minden egyes tagja számára malkutnak, ez a pont azt jelenti, hogy minden más pont össze van kapcsolódva, és feltárják együtt az adakozásnak a pontját, és ez a pont lesz a teremtő feltárásának a pontja. És nekünk itt fel kell ismernünk, hogy ez az elv, ez az a pont, amire az egész munkánk alapul, semmi más nincs, amit tennünk kell. A különböző könyvek, amit olvasunk, cikkek, ezek a végtelen erejű cselekedetek, ahol érezzük mindazt, ami működik és történik. Ezeket nagyon magas szintű kabalisták írták le. Mi kicsik vagyunk, mi hogyan tudnánk felfogni ezeket a dolgokat? Tehát a munkánk viszonylag egyszerű. Kell egy csoport, az orrom előtt itt is van. Adakozni kell a csoport irányába, amennyit csak lehetséges. Hogyha én mindegyik közül a legmagasabb szinten vagyok, akkor adakozni tudok az ő irányukba. És nekem ezt meg kell tennem egy olyan módon, hogy valóban tudnom kell, hogy adakozó vagyok, és a kabala bölcsessége valóban az én pozitív cselekedeteimet odafordítja a barátok felé. Nem azért, mert nekem megvan a magam büszkesége, hanem azért, mert ezáltal én növelni tudom a jó és pozitív kapcsolatot, a jó példát, az irigységet, amiről már korábban beszéltünk, és ezért írva van erről az irigységről, hogy az irigység az, ami kivezeti az embert a világból. Az emberek azt gondolják, hogyha valaki irigy valakire, akkor megöli őt, meg nem tudom, mit csinál vele, de ez a hétköznapi élet, ami számunkra, ez semmit nem jelent, egyetlen minőség sincs az emberben, amely nem megfelelő okval lett létrehozva, éppen ellenkezőleg. Nekünk fel kell ébreszteni az ügyisége minden egyes barátban, és ez ellentétes egyébként azzal, amit gondolnánk, a legkülönbözőbb helyekről kell érezni ezt, és az embernek egyébként szerénynek kell lenni, azt mondják, nem, nekünk tele kell lenni büszkeséggel, mindenkinek ki kell tudnunk mutatni, hogy én mennyire tudok adakozni, milyen erős vagyok, és hogy egyre magasabb szinten jelenik meg bennem mindez, azaz nekem irigységet kell ébresztenem mindenki másban. Az irigység? Mi irigység? Miért? Azért, mert ha a barátok rám pillantanak, hogyha ők nem akarnak előre haladni, akkor úgy néznek rám, mintha szenvednének miattam. Azonban, hogyha valóban előre akarunk haladni a teremtő felé, akkor boldognak kell lennünk. De mondjuk én ránézek valakire, mondjuk Seth Brightman rá pillantok, az a zenész gyerek. Nézzetek rá. Jó példa. Ő nagyszerű. Mindenki odafigyel. Jó néhány napja már dolgozik ezen a zenéken. Ő elküldte nekem a dalokat.
ő valóban ezzel törődött csak, és ezért irítséget kelt bennem. Irigy leszek. Tehát ezért én boldog vagyok, hogy ilyen barátom van. Miért? Mert ő segít nekem előre haladni. Mert amikor ő emelkedik, irigy lehetek ugyan rá, de akkor én is emelkedek. És ezért a mi számunkra az irigység az nem a gonosz szemnek a tükre, hanem a megfelelő és jó szemnek a tükre. A barátok szeretete az integrálódik a teremtő szeretetével, mert a kötelezettség a barátok szeretetére, az a teremtőre irányuló szeretet miatt születik meg más szavakkal. Nekünk el kell érnünk a teremtőre irányuló szeretetét, ez az összetapadásnak a jele, hogy elértük őt valamilyen módon. Tehát nincs mit más tennünk, fel kell készítenünk a helyet egymás között, ahol a teremtő feltárul, és ilyen módon hozzá tudunk kapcsolódni. És hogy hogyan tudjuk megtanulni ezen keresztül, hogy mi a szeretet? Hiszen a mi világunkban a szeretet, az viszonylag világos. Ez mindig önszeretet. Én magamat szeretem. A feleségem, a gyerekeim, a kaja, a nyugalom, a pihenés, minden dolog. Ez csak önszeretet. Itt azonban valami ellentétes dolog van ezzel. Én azért szeretek, vagy és olyasmit szeretek, ami kívül van rajtam. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Mit jelent az, hogy szeretet, amely elvisz engem oda, hogy ne érezékeljek semmit ebből a világból. De nincs ilyen dolog valójában, ezért amikor mi eljutunk a barátok szeretetéhez, elkezdem érezni, hogy többé nincs semmilyen érdeklődésem ez irányba. Ez olyan, mint a füvet legelnénk. Körülbelül az öröm. Nincs mögötte érzés és benyomás, semmi. Tehát nem úgy, mint a szexbe, a kajába, a pénzbe, a hatalomba, a birtoklásba, a tudásba. Itt nincs az emberben semmi, amit nem is létezne. Mert a barátok szeretete azt jelenti, hogy én nem szeretem a barátomat a saját érzékelésemmel, az én természetes, egoista szándékommal. Hát hogy máshogy lehetne akkor mindezt? Ezért, annak érdekében, hogy elérjük ennek a megértését, mit jelent az, hogy a barátok szeretete? Nekem segítségem van szükségem felülről ehhez. És ez igaz, hogy ezt nagyon nehéz elérni. Majdnem lehetetlen. Hiszen nincs érzékelésünk, nincs ízünk ebből, nincs irányultságunk. Nem tudunk közelebb vagy távolabb kerülni ehhez, egyszerűen csak egy nem lét. Ránézek a csoportra. Ők tanulnak. Én is tanulok. Mondják, hogy csinálják valamit, én is csinálom. Valami olyasmit mondanak, ami világos az én számomra. De a barátok szeretete? Itt mindenki így néz, mintha egy ilyen vakon tekinten egy üres területre, mint egy zombi. Én nem tudom, hogy ez mi. Ez történik velünk. És mit mondanak erről az állapotról a kabbalisták? Viszonylag egyszerű dolgot. Igaz, hogy te beléptél a felső világba, ezért nincs érzéked hozzá, nem érzékeled a felső világot, nincs eszközöd rá. Itt van, de nem érzed.
בתוך זה, על כל העולמות. רק כל עולם יותר גבוה. Különböző problémák jelennek meg. Egy sokkal magasabb érzékelés történik. Ugyanakkor minden sokkal el van rejtve az érzékeink elől. Hogyan tudunk még közelebb kerülni? Tehát ezért azt mondjuk, hogy igen, ez mind lehetséges, de csak akkor, ha lenullázódunk. Ezért nekünk le kell nullázni magunkat a csoport irányába, és mindenki képes erre, meg kell tennünk. Nem tudjuk, hogy kell megtenni, de képesnek gondoljuk magunkat erre. És akkor ezen a módon, hogy lenullázódunk, hogy valóban mindenki akar a másikat nullázódni, mesterségesen persze, elkezdjük az egoista vágyakat csökkenteni, és amilyen mértékben képesek vagyunk ezeket csökkenteni, egyre több reformáló fény kezd el dolgozni rajtunk, a felső fény, tehát mondjuk amikor alacsonyabbra dobom magam, a felső fény egyre közelebb kerül hozzánk, mivel egyre kisebb egó jelenik meg, és akkor egyre kisebb szakadék jelenik meg köztünk és a fény között. És akkor egyre közelebb kezdünk ezt kerülni, és dolgozni tudunk ezzel. Tehát minél jobban csökkentem az egómat a barátok irányába, a fény egyre közelebb kerül, amelyen mérdén felemelem magam, egyre jobban megértem, hogy mit kell, egyre többet tudok befektetni, a fény pedig közelebb jön hozzám. Azért, mert én ezt annak érdekében teszem, hogy irítséget kell csak a barátomban, tehát, hogy még jobban összekapcsolódjunk és együtt emelkedjünk. Tehát ezért én nem azért emelem feljebb magam, mert én azt akarom, hogy ők többnek lássak engem, mert az ő szemükben nem nagyobbnak látszam, hanem azért, hogy együtt el tudjuk végezni a spirituális munkát a kapcsolat miatt, ami kialakul köztünk. Tehát, hogyha látszólag negatív dolog is jelenik meg, ezt projektálom ki, az irítséget akarom elérni, mégis ők ezt pozitív módon fogják megfogni. Rabas írja, ha mindenki le van nullázódva a barátja előtt, akkor egyetlen tömegé olvadnak össze, és nincs szükségünk arra, hogy várjunk a spirituális minőségek kialakulásáig. Ezek majd később megjönnek a reformáló fény segítségével. Nekünk cselekedetekre van szükségünk, hogy magunkra vonjuk ezt a fényt, hogy ez befolyásoljon bennünket, és amikor befolyásol, akkor megkapjuk a spirituális érzékelés lehetőségét. Tehát, hogyha mi mindannyian bele leszünk foglaltatva a barátokon keresztül, mit jelent az, hogy én mindent akarok, ami neki van, én minden elfogadható a számomra, és ezt meg is akarom szerezni, és bármit, amit ő akar, azt én ki akarom szolgálni. És így mindenki a másikért kezd el mesterségesen dolgozni. És akkor ebből a cselekedetből mi, ebből a fényből, amely egyre közelebb kerül hozzánk, amely szinte vonz bennünket, és húz maga felé, egyetlen testé olvadunk össze, és az összes kicsi rész, amely szeretne akarja a másikat, egyesül egyetlen kollektív erővé, amely nagyon sok részt tartalmaz, és amikor valakinek elég eleje lesz ehhez, amikor mindannyian bele leszünk mindenben foglaltatva, akkor mindenki képes a mások szeretetén dolgozni. Mit kapunk ebből? Amikor mi erőfeszítést teszünk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy adakozzunk, felébresszük egymást, mindenki a másikat, hogy gondoskodni tudunk egymásra, hogy mindenki dolgozik a másikon ezen a módon, akkor a felső fény dolgozik tulajdonképpen, és a cselekedetünk eredményeképpen, még hogyha mi önmagunkban
csak azért tesszük ezt meg, mert le van írva, nincs más választásunk. Nem tudjuk, hogy működik-e vagy sem. De először tehát kényszerítő módon csinálom, fölveszem ezt, kényszerítem magamról, utána pedig azért, mert vágyom rá. A második természetemmé válik. Tehát tegyük ezt így meg akkor, és ilyen módon el tudjuk érni a kapcsolatot a teremtővel, egészen a teremtő által megnyilvánított, és az általam a teremtő felé irányuló szeretet megnyilvánulásáig. Tehát ezek a dolgok mindegy az irítséggel kezdődnek. Írva van. A növekvő irítség növeli a bölcsességet. Tehát el mögött nincsen komplikált cselekedet, akkor mi is történik? Hogy mindezek a cselekedetek, amit ebből az irítségből csinálok, a barátok felé megnyilvánulva, mert ez úgy tűnik nekem, hogy ez jó és nagyszerű, ezáltal növelem a fényt, a hokmának a fényét, amely dolgozik rajtunk. És hogyha az összes barátom úgy tekint a közösségre, hogy nagyon magas szinten van a közösség és a barátok, ezeket mind cselekedetben, mind másban így teszik meg, akkor természetesen mindenki emelkedni fog, mégpedig a saját minőségei fölé emelkedik, amelyek ugye testi minőségek. Nem is tudom, hogy mondjam. Tehát röviden, a példák. Tehát legyünk egymásba befoglaltatva, és ezen a módon fogunk előre haladni. Hát nézzük meg, hogy kik azok a barátok, akik sokkal sikeresebbek, mint én, és pontosan őket kell a legjobban szeretni, és nem szabad gyűlölni. Tehát, mint az utcán. Mert a sikeres embereket, ha megnézitek a külvilágban, utálják. A mi számunkra, aki sikeresnek mutatja magát az előadásban, nekünk szeretni kell azokat, mivel ezáltal együtt velük tudunk emelkedni mi is a teremtőhöz. Világos? Világos. Na beszéljetek erről. Hogyan kell nekünk innentől kezdve úgy viselkednünk, hogy valóban minden barátban felébresszük a hatalmas irítséget a kapcsolat irányába, a velünk való kapcsolat irányába és a teremtő felé való irányba. Rajta. Szeretnék látni a workshopnak a szabályait? A workshop szabályok hol vannak? Közben mondja nekünk a kongresszusnak a szóvivője, Mike Kellogg, hogy szépen mindenki menjen vissza a helyére. Tehát mindenki ellenőrizze a telefonját, és akkor itt van. Tehát mindenki egyenlő, és mindenki nagyon fontos. Tehát senki nem fontosabb, vagy kevésbé fontos, mindenki egyenlő, és nagyon fontos. Nem utasítjuk el a véleményeket, vagy negáljuk, csak együttműködünk. A valódi megoldás nem a tudásból származik, vagy a szóbeli, a tökéletes kifejezésekből, csak is a kapcsolatból. És akkor itt is van.
Én valamiért nem hallom még a fokuscsoportot, de... Most. Mindent, amit teszünk a csoportért tesszük, és a helyes szándék a legfontosabb, hogy a barátok érezzék ezt. Legyen az kávéfelszolgálástól kezdve a terjesztési projektekig. Így, ahogy másképp irigyelhetnénk a barátokat. Nagyon rosszul hallom a fókuszcsoportot, elnézést. Én azt gondolom, vissza kell kukkantanunk arra a feladatra, amit Raf korábban adott nekünk, és nekünk, kérlek benneteket, mondja Raf, hogy mindenki, gondoljon arra, hogy a workshop alatt a másikat kell védeni azzal, hogy csendesebben beszéltek. Hát miről szól a workshop? Mindig gondoljátok végig. Ki mondja meg, hogy miről szól? Tehát mostan... Emeljen föl már valaki a kezét. Na most melyik szet? Most jól állunk. Nem hallunk így. Szet Bogner. Komáromi magyar származása egyébként. Tehát a kérdés az, hogy innentől kezdve hogyan kell viselkednünk annak érdekében, hogy minden egyes barátban hatalmas irigységet ébresztünk, hogy, hogy hozzánk akarjon kapcsolódni, és együtt felemelkedjünk a teremtőhöz. Ez volt a kérdés. Hogy a barátok hogyan fognak segíteni, tehát az irigységek keresztül a barátok ott segítenek abban, hogy felemelkedjünk önmagunk fölé, és összekapjunk a teremtővel. De másképp is megkérdezhetem, mondja Rab, hogyan kell nekem szándékot emelni innentől kezdve, hogy a csoportban úgy viselkedhessek, hogy valóban felébresszük a pozitív irigységet rajta. A barátok felé kell ellenőriznem a hozzáállásomat, fokozatosan adakozási példát kell mutatni, állandóan a barátokra kell gondolni, aggodalmat kell mutatni, tehát mindezeket a példákat egy játékra kell felhasználni, hogy valóban az irigység megjelenjen a barátok irányába. Igen, ez a munka az, hogy először a másikat kell látnom, nem magamat, és akkor kell cselekedni, amikor a másik, jól látom a másikat, és így teljesen ellentétes dolgot kell mutatnunk. Tehát így kezdődik a valódi cselekedetünk, ez a kulcs. Tehát ez valóban a cselekedetem, amiben magamra lehet vonni a helyes szándékot, és fel lehet emelni az irigységet, és végre lehet hajtani mindent, hogy emlékezz, hogy mindenki más irigységgel tekintsen ránk. Tehát hogyan kell nekünk folyamatosan fenntartani mindezt. Az én hozzáállásom, nyilvánvalóan az irigység az a legmagasabb szint, amely segíthet nekünk. Tehát ilyen módon segíthet nekünk az irigység felgyorsítani dolgokat, és bátorítást ad a barátoknak. Nagyon rosszul hallom ezt. Nem mindegyik, valamik nagyon halkan beszél. Tehát mindenek előtt izgalmas barátokkal kell ezt megtenni, mint ti. Tehát lesz is az egész szívem körülön a melkasom, hogy szolgáljon benneteket, és nagy biztosnak kell lennünk abban, hogy pontosan úgy kell mosolyognunk, hogy Musi vagy Rav, és nekünk éreznünk kell, hogy meg kell tennünk, tudnunk kell, mi az oka annak, amit csinálunk, mi a célja.
hanem egyszerűen mindenek megvan a maga oka és célja, ez egy hatalmas játék, és nekünk együtt kell ezt a játékot játszani, mert itt nincs határ. Tehát mindenkinek azonos állapotából kell ezt elérni, akit ül. Így van, tehát meg kell találnunk a legjobb viselkedés, mert bármit teszünk, az legyen az negatív, vagy pozitív, a barátok felé kell megtennünk, hogy a barátok mit akarnak, ez nagyon fontos kérdés. Nekünk egyszerűen egy pozitív versenyt kell éreznünk és megvívnunk, tehát valóban a... Tehát ezen a módon mi valóban együtt fogunk növekedni, mert egymásban irigységet ébresztünk. Tehát, hogyha kiugornék a bőrömből, mondja a srác, és minden egyes pillanatban ki tudnám mutatni a barátoknak, hogy egyáltalán nem gondolok magamra, megpróbálok nem magamra gondolni. Hát én nem tudom, amit hozzá tudok adni, hogyha mindig tudom, hogy mi a cél. Tehát mi vagyunk ugye Izrael, a főpapok nemzetsége. És ez olyan fajta példamutatást határoz meg, amitből nem tudunk kibújni. Tehát ezt tudnunk kell, hogy működik, és szégyen, hogyha nem tesszük meg a dolgunkat. Hát így tudnunk-e, hogy hol kell a munkát elvégezni, és az egyetlen dolog, hogy valóban tudjuk, hogy az irigység az arra kell irányulni, hogy a másik jobban adakozik, mint én. Tehát, hogy minden szavunk arra irányuljon, hogy valóban, hogy hogyan tudom az én testemet, az utolsó kalóriámat is a barátnak áldozni, hogy minden egyes imában csak egy, minden egyes szívben csak imák jelenjenek meg. Mert nekem nincsen szükségem semmi másra, csak erre. Ez az igazi árvút, ez az igazi adakozás. Tehát nekem nem kell mással foglalkoznom, lényegtelen, mi történik. Tehát így kell példát mutatnunk egymásnak. Tehát így legyen az egy kávé, vagy bármi más, csak erre kell fókuszálnunk, hogy valóban el tudjuk érni azt a szintű adakozást, hogy az irigység felemelkedjen a barátainkban, és akkor majd utána én fogom tudni irigyelni már őket. Így van, mondjak a srác, mind amit mondtatok, srácok, az igaz, amit csak szeretnék hozzáadni, az a következetesség, mert a következetesség nagyon fontos. Van egy irányultság, ami engem például irigyé tud tenni. Nekem állandóan folyamatosságban kell tartanom azt, hogy példa legyek a barátok számára, és mindent a barátokért kell tenni a barátokkal való kapcsolatban. Tehát ez a folytonosság, ami nagyon összetett és fontos. Tehát nagyon fontos a következetesség. Én nem tudom, mit tudok ehhez hozzáadni, mondja a srác, tehát ez valóban rendkívül fontos. Ez az önátadásnak egy nagyon fontos pontja a fizikai cselekedésen túlmenően. Tehát tudnunk kérni a szándékokat. A fizikai cselekedetek mindenek előtt a szándékban jelennek meg, amit magunkra kell mondnunk, és a felelősségben, hogy megtartjuk az árvutot, és dicsőítjük az árvutot, és imádkozunk is érte, és ezen fog múlni a siker. Tehát ez a fajta önátadás az 100%-os kell, hogy legyen, és az a sikernek az alapvető értelme és egység, és a többit is a teremtő dönti el. Ez a cselekedet. Tehát a cselekedetnek nem lehet a szándék az ára. Tehát nekem van barátom, mondja Michael Oak, és valóban csodálatosak az emberek, akik hozzánk tartoznak. És naponta 7-8 órát dolgozunk együtt, alig értem Michael Oakot, mert annyira halkan beszél,
és hogy lássam, hogy mennyire fontos, hogy legyen érzékenységem. A barátoknak éreznie kell, hogy ők fontosak nekünk. Tehát egyszerűen ez az erőnk, ez az életünk, ez minden, hogy egymás fele fordulunk így. Ez egyszerűen elkövetlen szükségesség. Hogyha kabaliszták vagyunk, semmi más nem kell foglalkozni, csak ezzel. Tehát minden egyes cselekedetben ezt kell megtennünk. Teljesen egyetértek ezzel, mondjuk a köztárt. Ez az, ahol valóban meg tudjuk valósítani azt, amiért megszületünk. Természetesen tudunk segíteni egymásnak, hogy a legnagyobb potenciát kihozzák magukból az emberek. Tehát, hogy a barátok segítenek annak, hogy kétszer annyi erőfeszítést tudjanak elérni a bizonyos befektetések által. Tehát a vágy az mindig nagyon hasonló. Lehet, hogyha nem történik semmi, ugyanabban a vágyban maradok. Tehát mindig az, ugyanaz a teremtő, ugyanazt a vágyat menedzseli. Tehát nekünk tudnunk kell, hogy ha nem akkor mi volt az öreg, az eredeti ős történet, és nekünk, ha ki akarunk lépni ebből, akkor minden áldott nap meg kell adnunk azt a lehetőséget, hogy kijelentsük, hogy valóban én nem akarok a múltban élni, egyszerűen nekünk segíteni kell egymást, hogy egy teljesen új érzést érjünk el, hogy megtörténjen, meg kell történnie, tehát, hogy... Tehát ennek így kell lennie, mondja, és ezt találtam a mikrofont. Így van, tehát mi a legnagyobb motivációt kell adnunk a barátoknak a cél felé, egy-két szó használatával, tehát ezáltal, hogy megmutatjuk nekik, meg kell mutatnunk, hogy mennyire fontosak ők a számunkra, és hogy valóban inspirálnunk kell őket, és nekünk megvan a csoportunk, megvan a tízesünk, tehát mi inspiráljuk egymást, és ez nem fog működni, hogyha én nem teszem oda magam. Tehát, hogyha én... Rav. Tehát mi képesek vagyunk mi az ujjunkon megszámolni azokat a gyakorlati cselekedeteket, amelyeken keresztül pozitív irigységet tudunk támasztani a barátokban. Egy, kettő... Tehát nem csak, hogy általában irigységet ébresztünk, milyen fajta cselekedet kell ahhoz, milyen pontos cselekedet kell ahhoz, hogy irigységet ébresztünk. Tehát ettől a ponttól kezdve mit kell tennem? Nyilvánvalóan itt van a jó az órom előtt, hogyan tudom én felébreszteni bennük az irigységet? Az első dolog, ami az eszembe jutott, hogy a barátok szellemben ugyanazt a szellemiséget kell minden alkalommal felébreszteni. Lényegtelen, hogy érzem magam, mi fog velem történni. Valószínűleg a barátok mindig ugyanazt jelentik a számomra. Rav. Ez nem válasz, hogy felébresztjük ezt az atmoszférát, ezt a légkört. Mit kell tennünk, hogy ez a szellemiség bennük jelenjen meg? Tehát nem csak ennek a szellemiségét kell fenntartani, világos? A valódi cselekedetre vagyok kíváncsi. Vagy a cselekedetek sorrendje, gyakorlatban. Mit kell tennem itt és most? Hogy a cselekedetem eredményeképpen a barátom irigyeljen engem. Kedima. אני יכול לדבר על הגדלות של הבורא. המדרגה הבאה. כמה זה יפה ורח זה יהיה. כמה יפה הנצח יהיה. כמה יפה יהיה להיות. להיות תחת ההנהגה המוחלטת של הבורא, למרות שאנחנו כבר שם. כמה יפה יהיה להיות, יהיה להבין את זה ביחד. נזק ברשומות הקור. אני רוצה ללכת גם כן להוסיף לזה.
Én nem akarok kijönni ebből a kapcsolatból, amiben éppen vagyunk, mondja a srác. Tehát még ha mindenki úgy is érzi magát, mintha otthon lenne, és szoros kapcsolatban is volnunk egymással, ki kell jelentenünk, hogy mi fontosok vagyunk, és valóban mi tudunk csak cselekedeteket végrehajtani, és minden cselekedet. Tehát még egyszer mondja, valakire mondta, hogy ez meg nem érdekes rám hal. A Zohár tehát azt írja, hogy a tízes körnek egyszerre kell belépni a leckéhez, ebből a szempontból egyenlőnek kell lennie, mind a tíz szirának, azaz mindenki egyenlő, mindenki ugyanaz a törvény vonatkozik, mindenki bele van foglalkozva mindenki másba. És amikor elérik azt az állapotot, akkor történik egy kattanás, egy köztük lévő kapcsolatban, és hirtelen ez a kapcsolat lesz az a ponttal a felső fény. Működni kezd, és elkezdenek felemelkedni. Tehát nagyon fontos, hogy összekapcsolódjunk egymás között egyenlő módon, és akkor a felső fény felemel minket. Érezhetjük ezt a belső kattanást, és a folyamatos, fokozatos emelkedést jobbra-balra, mindenki elfogadja a másikat állandó érzelmekben, de végsősorban mindig emelkedésben. Balaszalam írja, tudnotok kell, hogy nagyon sok szikrája van a szentségnek minden egyes barátban. Szikrák, melyek Adam Harishon lelkének a részei, melyek korrekciót igényelnek, és amikor ezek a szikrák összegyűlnek egyetlen hatalmas vágyba és szeretetbe, akkor egy nagyon fontos szintet értek el a felső fény kiáramlásában, ami azt jelenti, hogy mindenki összegyűjti azt, ami a szívében van. Nem tudja, hogy mik ezek a szikrák, de amikor mi összekapcsolódunk egymással, akkor elérünk egy állapotot, ahol ezek a szikrák valóban kapcsolatban vannak egymással, és így jutnak el a korrekcióhoz, és ebből pedig kiépítjük Adam Harishon korrekcióját. Rabas azt írja erről, tehát ez mind a tízes kör középpontjáról szól, hogyan építjük azt a pontot, ahol a felső fény működik, tíznek kell lennie, nem szükségszerűen tíz ember. Tehát erről mondva, hogy a minimális sokasság ez kettő, de beszéljünk mondjuk arról, hogy legalább ötnek kell lennie, öttől tízig ez az, ami már megfelelő létszám. Tehát Rabas azt írja, akik a szíven keresztül egymásra öltöznek, és a szíveket utána összeütik, amelyek egy kellemetlen helyzet, tehát próbáltok meg elképzelni magatokat, hogy a szívetek elkezd összesúrlódni a másikéval. Tehát azáltal, hogy ezek egymásra öltöznek, ezek a szívek, és összecsapnak, még a legerősebbek is, melegséget kap a többi szívtől, és ez a melegség, ez elutasíthatja először a, bocsánat, felgyújthatja a szeretetnek a tüzét, és ez egész addig így fog menni, amíg az igazi szeretet nem kezdjük el érezni. Addig, amíg a szeretet ráöltözése meg nem formálódik. És akkor mind a kettő egyetlen takaróval lesz befedve, azaz egy közös szeretet borítja be mind a kettőjüket. Ahogy ismert, a dövekút, az összetapadás, a kettőt egy egységbe egyesít. Tehát, még egyszer, azt kell itt látnunk, hogy itt a vágy ellenében kell munkát végezni a szívünkkel, a kapcsolatban, a mindenféle összeütközésben. Ez nem csak külső formában nyilvánul meg, Lamci kulmini pólót kicsonyiót,
Tehát nekünk mindenféle külső cselekedet kell megtennünk annak érdekében, hogy ez felébresszen bennünket belsőleg. Ez úgy működik, hogy nem váltatok semmi mással. Tehát ez egy megfelelő célán működik így, hogy felemelje a reformáló fényt, amely korrigál minket, összekapcsol minket, és felemel minket. De nekünk helyes erőfeszítés kell tennünk, megfelelő helyen, mert ő fogja megfizetni az erőfeszítéseink árát, és mi más tudok én befektetni, mindig ezt kell keresni. Tehát, hogy még jobban jön a felső fény, és dolgozzon rajtam, hogy a barátokhoz kapcsoljon engem. Tehát mi mást tudok befektetni annak érdekében, hogy hozzájuk kapcsolódjam. Még hatékonyabban, mint eddig bármikor. Tehát mi nagyon különbözőek vagyunk. Hogyan tudunk egy ember lenni egy szívvel? Ha mindenki magával törődik, akkor nem leszünk egy ember, hiszen mindannyian mások vagyunk. Nem vagyunk ugyanazok. Azonban, ha mindenki lenullázza a saját maga feletti uralmat, mintha az nem is létezne. Tehát az ember egyszerűen üressé válik, és lenullázza magát. Semmit nem érez, csak levegőt. És mindenki csak a teremtőnek, a teremtőnek nyújtott előnyöken tűnődik, mintha nem is léteznénk. Egy megszorítás vagyok, egy megszorítást alkalmazok magamon. Tehát csak is a teremtő előnyeire koncentrálok. És egyetlen uralomba vonjuk magunkat, uralom alá, és ilyen módon azon elkezdjük érezni az irigységet. Az első fények az áramlásába. Van valami dalunk az Ein Sofról? Valaki bekívánta, hogy sikítozatok, srácok. Melyik dal? Rövid tanakodása, az egy húron pendülünk együttesben. Na, elkezdtek zenélni. Énekel angolul. Történelmi pillanat. Oh!
מראה לאחרים עד כמה שהוא לא 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 תמשיך טוב שזה חיים כל אחד מראה לאחרים עד כמה שהוא מתפעל כל אחד מראה לאחרים עד כמה שהוא מתפעל כל אחד לאחרים